Vendégeinkkel együtt keressük a Dunakanyar hangját. Március 8-áig lehet jelentkezni erre az igencsak érdekesnek ígérkező tehetségkutató versenyre, amelyről mindjárt bővebben is szólunk. Minden esetre azt feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy mi is média támogatónként, mármint a hatos csatorna figyelemmel kíséri a rendezvényt. Hát akkor kezdjük azzal a beszélgetést, hogy tulajdonképpen miért is van szükség, kik rendezik és hogyan a Dunakanyar hangja versenyt. Legszívesebben dallal köszöntöttelek volna benneteket, hiszen annyi tehetségkutató verseny van mostanában az összes létező televízióban, de nem csak itt, hanem Amerikától kezdve mindenhol, hogy talán az illet volna. Na most én nem jelentkeztem egyikre se, de úgy tudom, hogy van egy olyan, amire elvileg még jelentkezhetnék. Pedig a szerkód alapján most már ezért bőcsik, most már lehetett ja, volna. Már lehetett a rock kategóriában most már lassan azért lehet. De állok. De csak, és zúzósan. Szóval félretéve nem is annyira viccet, hanem ezt tényleg komolyan mondtam, mert van, ahol fellendülőben van a piac, van, ahol lemenőben. Az Egyesült Államokban éppen most tüntetik meg az X-faktort, mert megunták. Úgyhogy ez nem reklám, hiszen egyrészt nem itt történik, másrészt ott. Na szóval jelentkezhettem volna, hova, Kiki? Hát ezt mondja el Ádám szerintem, hát, mert Ádám a főszervező, bocsánatot kér. De ne, ne, ne. Azért jó, kérdezik, mert szeretne jelentkezni, és te vagy a zsűri elnöke, és tulajdonképpen engem az Ádám még tavaly kértek fel a zsűrizésre, és egy nagyon jó hangulatú versenyről van szó. Azt hiszem, tavaly is körülbelül 100-150-en jelentkeztek, és ugye végig kellett hallgatni a 150 versenyzőt. Uh-huh. Azért önmagában egy jó pofa dolog, hogy az ember figyelgeti, hogy mi az alatt a rövid idő alatt is, hogy mennyit fejlődnek emberek. Tehát ez nagyon érdekes. De hát az Ádám többet tud, hiszen 5 éves a Dunakanyar hangja című verseny. Dunakanyar tapasztalattal rendelkezik. Szóval a Dunakanyar hangja mennyire volt kanyargós 5 év alatt? Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Köszönjük szépen a nézők nevében. És köszönjük szépen a hatos csatornának, hogy mellénk állt, és egy kis országos hír. Azért milyen rendesebb is, nem? Igen. Nagyon örülünk neki tényleg a lehetőségnek, mert ez egy kisvárosi kezdeményezés volt, ami kinőtte magát 5 év alatt. Melyik kisvárosi? Vác. Vácról indultunk, de immáron második éve Dunakeszin tartjuk a rendezvényünket. Hihetetlen sikereket döngetünk, nagyon büszkék vagyunk rá, nem így indultunk. Jó magam is zenészként tervezgettem az életemet, aztán én gitároztam és énekeltem, volt is egy zenekar, úgy hívták, hogy Precedens. Precedens értékű bejelentkezés. Mert a tánc kategóriában, a podcast jobban bírjuk. Úgyhogy akkor legyen olyan kedves tánczenész úr, akkor folytatni, és leginkább azt is megvilágítani, hogy tényleg tulajdonképpen Dunakanyar hangja, mikor lesz, kik jelentkezhetnek, és az összes felvétel, amit te sokkal jobban, vagy feltétel, amit sokkal jobban tudsz, mint én. Igen, tehát egy kicsiben indult kis kezdeményezés volt, ami jóformán egy ilyen karaoke bulinak indult 5 évvel ezelőtt. De aztán nagyon sokan jelentkeztek rá, hogy adjunk a gyermeknek nevet, és így lett a Dunakanyar hangja. 5. éve rendezzük meg a Dunakanyarban, és nagy büszkeséggel mondhatom, hogy jönnek hozzánk az ország minden pontjáról, Szegedről, Győrből, Nyíregyházáról jelentkezett egy srác, akit megkérdeztünk, hogy minek is. Hát akkor jó, azt mondta, hogy mert nincs még egy ilyen az országon, és rá kellett döbbennünk, hogy tényleg nincs, ugyanis hozzánk jelentkeznek a legtöbben, sőt, úttörői vagyunk ennek a térségi tehetségkutatóknak, mert az országos nagy televíziós, nagy showműsorokhoz képest ez nem olyan, de mégis olyan. A profik is jelentkezhetnek, bocsánat? Természetesen, persze. Bárki? Sőt, azt tapasztaljuk, hogy akik elindultak ezeken a nagy országos tévéműsorban lévő valamin, jönnek hozzánk, mert mi nem iratunk alá szerződéseket, nem mondjuk meg, hogy milyen legyél, stb. Egyszerűen de hát akkor a tehetségkutatóknak átszázott üzleti vállalkozásokból az énekesek, a zenészek mehetnek oda is? Természetesen, hát itt ugye nem feltétlenül itt az a cél, hogy most valakiből celebet csináljunk, hanem lehetőséget adunk arra, hogy föllépjen. Van ilyen máshol az országban térségi?
Én úgy tudom, hogy térségi nincs, viszont városok csinálnak, tehát így például a Fehérvár hangjára kaptunk meghívást, Győrött csinálják az egyik énekstúdió, illetve most már szorgalmaztuk, mert hívtak minket, hogy segítsünk megszervezni. Mondom, hogy csináljátok meg, hát olyan egyszerű dolog, ugyanakkor egy nagyszerű dolog is, és elég nehéz összeszervezni, tehát egy évig szervezünk mindig egy ilyen versenyt. Rengetegen jelentkeznek, ingyenes a belépés, Dunakeszi város önkormányzata mellénk állt, a fővédnökünk Tuzson Bence, területi fejlesztési biztos, és megadnak minden olyan lehetőséget, amivel ez a rendezvény úgymond el még jobban előrébb tudna haladni. Ezáltal egy olyan programot biztosít szombat esténként egy hónapon keresztül, hogy a fiatalok nem a Facebook előtt ülnek, hanem eljönnek egy ilyen rendezvény. De azért tényleg, ott vagytok a Facebookon. Nem hagyhatjuk ki a közösségi médiát, hiszen hihetetlen reklámot. Egy pillanat a szakít alatt meg, mert úgyis még a feltételeket megbeszéljük, de hát zsűri, kik a zsűri tagok? 5 évesek vagyunk, 5 zsűri tagunk van. Úgy mint? Hát a zsűri elnöke itt ül mellettem. Igazán nagy nem ismeri senki, aztán úgy gondoltuk, hogy végre általunk ismert lesz. Ez 5. alkalom, majd talán 10. már, igen. Kikit nagyon megszerettük, tavaly évben csatlakozott hozzánk, és mindig velünk van. Velünk van egy volt nagy tehetségkutatóban részt vett hölgy, Kullai Timi, aki szintén el tudja mondani majd az itt bejelentkezőknek a nagy tapasztalatait. Kullai Timi is fantasztikus énekes, már nemzetközi vizekkel nevez. És már fekete a haja. És már fekete a haja, ezek szerint nagyon, nagyon felkészültem. Toldi Tamás, művészeti díjas énekes zeneszerző, a másik zsűri tagunk, ő több ismert nagyszerű művésznek írt már dalokat, így például Varga Miklósnak írt dalokat, Szűcs Juditnak, Majsai Gábornak, a Magyar Tom Jonesnak. Így van, a legutolsó Swing Sing albumát a Tomi írta. Tehát egy ilyen arccal is lehet majd találkozni a zsűriben. Ez három. Aztán jön egyik büszkeségünk, Farkas Pál, aki a Dunakeszi Zeneiskolának a zenigazgató, és amellett nemzetközi hírű Váci Szimfonikus Zenekarnak a karmestere. Hát ő kemény lesz, ő kemény fazon. Ott nincs csúszás éneklésben, meg zenei dolgokban, ő keményen fog pontozni. Illetve hát az örök ifjú Karacs Miki, aki korábban a Steel Orange zenekarnak az énekese volt, egy igazi jóképű macsós rác, és amellett a Csomópont Tehetséggondozó Egyesületnek a szakmai vezetője. Most akkor beszéljünk arról, hogy egyáltalán milyen dalok vannak, és hogy a zsűri elnöke például mit szólnál ahhoz, hogyha valaki oda megy, klasszul, decensen, és elénekli a Kuka Blues-t. Csak őszintén. 1981-ről beszélünk. Hát igen. Pont ugye még várakoztunk itt a felvételre, gyakorlatilag egy pici visszaemlékezés volt, ugye, hogy az ember visszaemlékszik ezekre a akkori Tánzdal Fesztivál, meg az akkori versenyekre, hogy eszméletlen, hogy mennyit változott, ez is persze nyilván, hogy sok minden változik körülöttünk, de hogy milyen jó volt azt megélni, hogy arra, hogy ez egyetlen egy országos médiában, a Magyar Televízióban, amikor készült az ember egy ilyen versenyre, hogy az micsoda nagy esemény, micsoda horderejű esemény volt, ez így visszaemlékezve, hogy mennyit gyakoroltunk rá, mennyit készültünk, és hogy a próbák, meg az egész, amikor minket lepontoztak, az a felháborodás. Tehát én ugye országos méretű felháborodás. Igen, tehát én, mint egy fiatal tínédzser, fiatal gyerek, és le akartam borítani, tudom, hogy volt egy ilyen televíziókból összeállított ilyen LED-falszerű valami építmény, és oda akartam menni, és úgy húztak vissza, hogy mit képzelnek ezek, hogy lepontoznak engem? Tehát ennek megvan az izgalma, megvan a varázsa, megvan az egész, de hogy ugye el vagyunk látva a tehetségkutató versenyekkel, ugye akárhol megyünk, mindenhol ezek vannak. Ez egy picit annyiban másabb, hogy nem annyira, nyilván nem annyira szigorú, nem annyira, hogy mondjam,
inkább az előadót vagy az embert keresünk benne. És egyébként a tavalyi tapasztalat is az volt, hogy onnan mentek aztán tovább ezekbe a nagy műsorokba. Tehát ez majdnem mondhatom azt, hogy egy picit ilyen előválogató is. Fölfoghatjuk így is. Tehát, hogy egy picit megméretteti magát kisebb szinten valaki, és utána, hogyha érzi magában az erőt, vagy az energiát, vagy a tehetséget, akkor utána szépen tovább megy. Na, és jelentkezik a nagyobb. Nem kötelező. Szó, hogy ahogy mondod, hogy annak idején 80-as évek, nagyon jó évek voltak, voltál egy csomószor az événekese is, azt tudom. De hát akkor ugye egy televízió, mondjuk ilyesfajta műsorral, egy út, hát most 100 út vár rájuk, és annyi felé tudnak menni, nem véletlenül. Igen, de el kell mondanom, hogy a 100 út közül is nem hiába választanak minket, mert olyan zsűrink van, aki őszintén azt fogja mondani, amit érez azon a nevezőn, aki oda mer állni a színpadra, és érez magában egy kis tehetséget, és hát fantasztikus tehetségekkel találkozunk, de például az is megmutatkozott már, hogy a srác jobban zenélt, mint énekelt. Uh-huh. Vagy éppen vagy olyan videók, vagy olyan videoklipjei vannak, hogy most már ő nem is mint énekes vagy zenész közreműködik, hanem egy dalhoz videoklipet forgat, és annyira jó barátságok szövődnek, és olyan tehetségeket kutatnak, nem is gondolnánk, hogy kikkel találkozunk, és vagy azt mondjuk neki, hogy igen, és próbáld meg, és menjél, vagy éppen a zsűri szakmai értékelése szerint azt mondjuk, hogy ezt te ne csináld, ez nem neked való. Tavaly esztendőben is az volt, ugye, hogy próbáljuk elvinni egy picit más irányba, ami azt jelenti, hogy saját dalokkal nyugodtan lehet hangszeresen, tehát a tavaly esztendőben volt olyan, aki az egyik elődöntőn gitározott, a következően meg zongorázott. Tehát hogy én utána meghívtam egy előadásra, és hogy ezt is meg lehessen mutatni, tehát nem csak feltétlen az a szempont, hogy karaoke versenyt csináljunk, hogy szépen a különböző, hanem hogy mutassa meg mindenki, hogy ha vannak saját dalai, vagy hogy milyen hangszeres tudással rendelkezik. Egyébként megy híre a dolognak, mikor a múlt héten éppen Zoltán Erikával beszélgetünk, szüli napja volt csak azért, és hát te énekeltél vele, ugye? Igen, volt egy filmstár. Az egész találkozásunk érdekes volt, hiszen mi külön castingoltak le engem annak idején, mert ugye nem találtak mellé partnert ugye a Grease című dalhoz, és akkor csak felhív a Pásztor Laci, ugye a neotonos Pásztor Laci, hogy nem volna kedved bejönni, hogy van itt egy ilyen dal, meg kéne próbálni. Bementem, felénekeltem, azt mondtam, ez teljesen rendben van. Úgyhogy most elmondom, hogy miről van szó, és akkor elmondták, hogy hát akkor az Erikának kerestünk partnert, mert hogy készül a filmslágerek magyarul. Tehát így kerültem bele tulajdonképpen a produkcióba. Na de most mielőtt még a nézők megköveznének, szóval tudom, hogy ez a műsor és ez a néhány perc most elsősorban erről szól. De hogyha már itt vagy, akkor azért muszáj megkérdeznem, hogy ugyebár egyszer volt, hol nem volt első emelet, és én legalábbis úgy tudom, hogy nem szűnt meg soha a zenekar, de hát most már alkalmi fellépések vannak. Szóval muszáj az első emeletről néhány szót mondanod. Akkor tegyük rendbe. December 28-án a zenekar befejezte a pályafutását. Ezt én tudom. Na, azt mondom. Ezt tudom. December 28-án mondták. Leköszöntünk. Igen. Tehát azt jelenti, hogy az első emelet zenekar mint így ebben a formátumban megszűnt. Ami nem azt jelenti, hogy majd külön-külön nem fogunk zenélni, vagy nem fogunk zenével foglalkozni, ez nyilván mindenki majd eldönti saját maga. De viszont milyen furcsa, hogy véget ér valami, és kinyílnak újabb lehetőségek, kinyílnak újabb ajtók. És én már tavaly nyáron megkerestek engem egy színdarabbal kapcsolatban, és mondom, ez annyira jól jött ki, mondtam, hogy december 28-án vége, és hogy akkor márciusban bemutatnánk egy darabot, amin az első emelet dalai vinnék az egész 80-as évek színdarabjának a történetét. És hogy ez annyira összekapott, tehát nem 5 év múlva, nem 10 év múlva, hanem 3 hónap múlva indul egy darab, amin 21 darab első emelet dal viszi majd a történetét a 80-as évek. Tehát ez annyira jó, és amihez én ragaszkodtam akkor, amikor engem megkerestek, hogy ők szerették volna, hogy szerepeljek benne. Mondtam, hogy én csak úgy vagyok hajlandó szerepelni ebben, hogyha megtaláljuk a helyemet ebben a rendszerben. Igen. Mivel én nem vagyok színész, én szeretnék úgy jelen lenni ebben a történetben, hogy én jól érezzem magam. Tehát, hogy én csak énekelni szeretnék. És ezért kitalálták, hogy két idősíkon fut a dolog. Igen. Ugye én egy más idősíkban vagyok, és a maga a történet, a 80-as évek, az meg rólam tulajdonképpen a színészek nem vesznek tudomást, de én része vagyok ettől függetlenül a darabnak. Most ez egy kicsit furcsán. Abszolút. Furcsán, és az volt az elv, hogy hiszen annyi
annyian csinálják ebben az országban azt, amihez nem értenek. Hogy én nem szeretném. De igen. Te például ugye? A társadalom mindenhol. Nem is nagyon sok. Komoly ugye? Emberek ugye? Is. Fontos pozícióban lévő emberek. Na, és mondtam, hogy én igen. pont ezt nem szeretném. Mm. Tehát, hogy próbálják ezt megérteni, hát ez próbálják ezt elfogadni. És na de várjál, mindjárt még azért akarok kérdezni itt a március 8-áról is. Szóval, és igény van rá, és ezt azért merem mondani mindenféle összehasonlítás nélkül, hogy azért nézd meg, hogy milyen hatalmas siker az operetben a Neoton Musical. Igen. Most a Fenyőt nem is említem, mert azért ott a filmtől kezdve bizony. Minden és bizony. A dalok, színházban, Made in Hungária, sorolhatnám, most nem oda akarok kilogadni a szó rossz értelmében, hogy divat, mert egyrészt ez nem az, ahogy elmondtad, mint a többi. Másrészt pedig azt viszont bizonyítja, hogy igény van rá, mert nyilvánvalóan nem véletlenül kerestek meg ilyen gyorsan. Legyen benne, tehát ne külföldi musicalek legyenek, hanem legyen magyar, legyen benne humor, legyen benne egy kis korkép, tehát hogy milyen volt a 80-as évek, és a magyar zenékkel próbáljuk meg ezt, hogy mondjam, tovább. Hát kell is, már csak azért is, mert a kereskedelmi rádiók, éppen múltkor olvastam egy kimutatást, hogy tisztelet a kivételnek, majd a műsor után mondok egyet-kettőt. Szóval nem az, hogy 50-50%-ban van magyar és külföldi, hanem a legkirívóbb az volt, hogy 85%-ban külföldi, és akkor a maradék 15-ben maradt a magyar meg a reklám. Szóval ez nem megy, és most lehet, hogy nagy szavakat használok, de egy kicsit ez misszió is ezek szerint, amit csináltok, nem csak a darabban, hanem ezzel is. Ám de az van ugye, hogy jelentkez válogatás március 8-án, essünk túl az adminisztráción, hogy lehet jelentkezni? És meddig? És egy picit visszakanyarodnék pont a témához. Egy picit kanyarodj, van 5 percünk. Hogy nekünk az nem a Dunakanyar, egy ilyen pici kanyar jöhet. Igen. Hogy pont március 15-én lesz az elődöntőnk, és mi évek óta tematika szerint építjük fel a versenyünket. Nekünk például mindig van egy olyan napunk, amikor csak magyar dalok, és hozzánk lehet jelentkezni népdallal, lehet jelentkezni operett részletek, tehát nincs műfaji megkötöttség, jönnek jazz énekesek, jönnek pop-rock énekesek, tehát mindenki van a tehetséget. És hozzáteszem is, hogy kettővel visszakanyarodjak, ha színházról beszélgettünk. Az egyik büszkeségünk, aki 2011-ben nyerte meg a versenyünket, jelen pillanatban megpróbálkozott ugye nyilván a nagy országos tehetségkutató, de most már a színházban, a Tália színházban főszerepet játszik. És tőlünk indult. Név szerint Kovács Veronikára vagyunk büszkék. Na most miután szóval március 8-án lehet hozzá keletkezni. Lehet kihúzni mindent, mert azt mondja, hogy a hivatalos regisztráció jelentkezés napja 2014. március 8-án 13 órától, jól mondom? Igen, van valami nevezési díj, ami körülbelül jobb helyen 2 korsó sörnek felel meg, úgyhogy ez nem sok. Regisztrálni lehet, 14-kor kezdünk. E-mail, Facebook. Ezeken minden el lehet érni. Igen, az e-mailt megmondjuk, info@dunakanyarhangja.hu. Köszönjük szépen. Létezhet olyan? Persze, hogy létezhet. Akit abovó elutasítottok, hogy most inkább ne. Most. Nem, mindenki jöhet hozzánk, és kaptunk már leveleket, hogy benevezni a 14 éves kislányát mennyire ajánljuk. Hát basszus, a Veronika Lóvú 15 évesen nyert, hogy miért ne jöhetne. De aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy tényleg korhatár nélkül jönnek hozzánk, és már az idősebb korosztályból is fölhívott egy nagyon kedves hölgy, hogy ő mindig is úgy szerette nézni ezeket a nótákat a tévébe, és aha. akkor ő énekel is, és hogy ő nem akar úgy meghalni, hogy ne énekeljen sok ember előtt nagy színpadon. Uh-huh. Tessék, eljött, és akkora tapsot kapott, úgyhogy vannak egyébként 70-80 éves korosztályban is, akik minden évben ott vannak, és egy akkora élmény, és maguktól jelentkeznek, szóval nem hívjátok őket, bejelentkeznek. Jönnek, tanácsokat kérnek. Ezt hivatalosan azt mondják, hogy műfaji és életkori sokszínűség, és akkor nem hivatalosan meg azt mondom, hogy mindenki, mert Korda Gyuri bácsi bejelentkezik, ők is meghallgatják. Igen, és nincsen. Mint a 14 éves kezdő. Nincs, tényleg ez egy, a Dunakanyar hangja, mondom, nem tudatosan lett fölépítve, így alakult, elindultunk egy ilyenek, és egy nagy családi rendezvény lett mindenki számára, aki szeretné magát megmutatni, és sok szeretettel várunk mindenkit. Nagyon jó, köszönöm szépen, közben az órára néztem, nem léptük túl a műsoridőt, csak egy perccel, az viszont nyugodtan belefér. Az viszont a jó műsorvezetőnek köszönhető. Akkor én meg, ha nincs, én azt tanultam annak idején, hogy nincs rossz riportalan, csak rossz riporter. Egyetlen egyet kérdeznék, mikor énekelsz legközelebb? Fogalmam sincs. Köszönöm. Március. Na, hát ezt akartam a színházat még egyszer. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást.